A Pepperlund Fuchs cégcsoportot Walter Pepperl és Ludwig Fuchs alapították 1945-ben a németországi Mannheim városában. Az elmúlt 70 év alatt a kisvállalat az ipari automatizálás terén meghatározó cégcsoporttá fejlődött, világszerte több mint 5400 alkalmazottal és számos termelőüzemmel a tengeren túlon és Európában, többek között Magyarországon. A mannheimi vezetőség 1997-ben Veszprém városában hozta létre helyi alapanyaggyártó leányvállalatát. A veszprémi üzem fém és műanyag fröccsöntött alkatrészeket és kábelegységeket gyárt a Pepperlund Fuchs cégcsoport üzemei számára. Érdemes tudnunk, hogy ez a gyár a Pepperlund Fuchs egyetlen fröccsöntő üzeme, tehát mi vagyunk a belső beszállítók, az alkatrészeink 80-90%-a ebben a gyárban készül. Mai világban ugye minden arról szól, hogy egyre gyorsabban lekövetni a vevőigényeket, egyre gyorsabban piacra kerülni a termékekkel, és természetesen igaz a gyártásunkra is, hogy egyre gyorsabban lekövetni a konkrét vevőigényeket, tehát egyfajta úgynevezett just-in-time gyártási irányba kell töretlenül mennünk, tehát átutási időket kell csökkentenünk, és nagyon agilisan, gyorsan kell tudni reagálni a konkrét igényekre. Óriási varianciában kell gyártanunk alkatrészeket, sok régi alkatrészünk van az életciklusának a vége felé, nagyon sok jól futó alkatrészünk van, tehát rendkívül színes a portfólió. Számunk tükrében, csak úgy érzeketessük a nagyságrendeket, kb. 40-50 millió darab alkatrészt gyártunk egy évben. Óhatatlan, hogy ekkora darabszám esetén már vannak problémás termékek, és problémás termékek kapcsán is szeretnénk a vevői elvárásoknak megfelelni, ezért igyekeztünk olyan gépeket keresni, amelyekkel egyszerűbben meg tudjuk oldani ezeket a feladatokat, és ezért mi a fröccsöntőgéppel kapcsolatban azokat az elvárásokat támasztjuk, hogy legyen magas a rendelkezésre állása, legyen nagyon jó az ismétlési pontossága, és legyenek alacsonyak az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási költségei. 2008-ban az objektív számok tükrében a menedzsment úgy döntött, hogy megvásárolhatjuk az első falunkgépünket. Az első két gép megvásárlása után a pozitív tapasztalatok miatt már most 7 fanuk fröccsöntőgépünk van, és továbbra is meg vagyunk elégedve a fanukgépeknek a általános tulajdonságaival, és a magas rendelkezésre állás, a jó ismétlési pontosság és az alacsony fenntartási költségek jelenleg is jellemzőek ezekre a gépekre.